ha jól értelmeztem a klippet, akkor ketten szeretitek ugyanazt a lányt. Nem? Igen, hát... És ez a valóságban merítettétek? Nem. A valóságban fiút szeretünk, nagyon szerelmesek vagyunk egy srácba igazából. Folytatjuk a kis túránkat innen a Hip Hop Fesztivál sajtótájékoztatóján Curtis-szel. Hello, sziasztok, köszöntök mindenkit. Ezzel a fiatal sráccal, akit még sose láttam. Te miért nem csináltál még velem ideig interjút, te új vagy? Új vagyok. Egy új srác velem? Ezentúl gyakran találkozunk majd. Azért küldték az új srácot, mert tudják, hogy az eddigieket mind megettem. Ennyi. Csak engem bír Curtis. Ezt majd kiderül, amit nem mondanám. Na, hogy készülsz a koncertre? Igazából nagyon várom, főleg azért, mert ugye az első igaz ilyen komoly nagy fesztivál lesz, én úgy érzem, ugye felhozatalból is ítélve. Nagyon várom, bízom benne, hogy egy pár alkoholtartalmú italt is el tudok fogyasztani. Jön velem BLR barátom is, szóval mindenképpen adott lesz a jó hangulat. És ugye az arcokat, ha megnézzük, akik itt vannak, Gangsta Zoli, a Hősök, nem DSP, szóval itt tényleg komoly zúzda lesz, és remélem, hogy nagyon sokan leszünk. 4 napja jött ki Majkával egy közös klippetek. Gondoltad volna, hogy ekkora nézettség lesz? 4 nap után már 300 000 fölött jár. Igen, nem tudom. Tegnap néztem. Pont tegnap este néztem. De én is tegnap este néztem. Az jobban hangzik, hogy 3 nap alatt 300 000. Maradjunk ennél. Még nincs 4 napja. Jó. Tényleg végül is nincs, mert éjfélkor néztem. Hát én bíztam benne, hogy nagy lesz a nézettsége. Elég megosztó a dal, ami igazából nem gond, mert szeretem, hogyha beszélnek rólunk, meg amúgy is mi is megosztóak vagyunk. Mi lehet ennek az oka, hogy ilyen megosztó? Hát annak, hogy nem az igazi megszokott rap zenét csináltuk, amit várnának tőlünk, hanem azért rólunk azért köztudott, hogy mi mindig szeretünk újat csinálni, kicsit belenyúlni ebbe-abba, és ugye ez is már azért nem annyira rap, hanem inkább popos, ilyen szinti popos zene, de ez igazából nem vesz az erejéből, szerintem egy kurva jó dal, és köszönöm mindenkinek, aki megnézte, és remélem, hogy pörögött tovább. Szerettünk volna egy kicsit ugye egy ilyen művészibb cuccot csinálni, plusz az ilyen londoni feelinges, londoni fiúcsapat feelinges világot, ez kicsit szürke, beállított oldal, profilos szögekből vett dolgokat előtérbe helyezni. Szerintem nagyon jól tükrözi a dalt az a klip, és így egyben nagyon jót mutat. De hát igazából ezért szeretek Indiánnal dolgozni, hogy azért nagyon tudja mindig, hogy mi mit szeretnénk pontosan látni. És ha jól értelmeztem a klippet, akkor ketten szeretitek ugyanazt a lányt, nem? Igen, hát... És ez a valóságban merítettétek? Nem, a valóságban fiút szeretünk, nagyon szerelmesek vagyunk egy srácba igazából. A Patrikba vagyok, a kezdetfia, a DJ-ből vagyok, nagyon szerelmes. Egyszer elmenekült. Ha így kell vállalatot beszélni, hogyha nem akarsz valakivel beszélni, akkor rosszat kell, így meg kell marni, és egy már is menekül. És menekül, ez a legjobb. Társágot is keresett. Látod? Mert amúgy már belejött össze. Én akartam, de belejött össze. Micsoda szerelmi háromszögek vannak itt a sajtótájékoztatón. Na, de tényleg volt már ilyen az életedben, hogy egy haveroddal ugyanazt a csajra hajtottatok? Hát volt, de ez inkább fiatalabb korban volt. Inkább azért most már, ugye nekem is mennyasszonyom van. Hát, hogy itt a mennyasszonyod. Igen, meg nem is. Nem tudom, én mindig olyan voltam, hogyha mondjuk a barátomnak is tetszett, akkor inkább hány stop, mennyi van, bazd meg. Hát na, valljuk be, hogy azért nagy számok törvénye. Azért talán még van még egy jó nő a földön, nem? Reméljük. Nem találni. És mikor várat új Marka Curtis BLR klip? Ez jó kérdés, azt nem tudom. Most csinálunk új dalokat, én most jövök ki majd egy szóló klippel, ami még nem tudom, most vagyok így, most írtam meg a dalt. Az BLR beat lesz, és ugye a Majka producerem lett idő alatt, így a úszáma már az ő keze alatt ment. Egy új utca, de az utcaklip lesz, az tényleg az a real hip-hop, amit tőlem azért el is várnak. Olyan zenével jövök. Közösöket írunk Petivel, nagyon sok új dalunk van, de idén már lehet, hogy nem is jön közös majd jövőre. Nekem lesz egy szólom még. Na, szuper, nagyon. Remélem az interjú tetszett, és engem nem veszel majd meg. Nem, nagyon rendes srác, a legjobb riporter talán, az, akivel valaha életem során találkoztam. Kösz. Nézzétek a Divatikont, sziasztok!